Három év szünet után lépett pályára a Szónok ellen a Nyíregyháza, ugyanis az elmúlt három szezonban a tiszapartiak nemzetközi kötelezettségük miatt csak a felsőházi rájátszásban kapcsolódtak be a bajnokságba, így nem találkozott egymással a két csapat. A hazaiak az első perctől kezdve tudatosították, hogy melyik a jobb együttes, az első negyedet 17, a másodikat 9 ponttal nyerte a Szolnok. A második félidőben sem változott a játékképe, a házigazda könnyedén, a vendégek nehezen szerezték a kosarakat, és a 10, illetve 6 ponttal megnyert negyedeket követően 42 pontos lett a végére a két csapat közötti különbség. Sitko Ernő szerint szinte semmi nem valósult meg abból, amit kért a csapatától. A Szolnok valóban jó csapat, jól szerepelnek a bajnokságban, illetve a nemzetközi kupában is, nagyon komoly eredményeket érnek most már el, és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz, hiszen mindenképpen szükséges, hogy a magyar kosárlabdázásnak legyen egy zászlós hajója a klub szinten is. De visszatérve a mi mérkőzésünkre, azért nem valósult meg, mert szerettem volna, hogyha kevés eséllyel is lépünk pályára, akkor is büszkén kapjunk ki esetleg, hogyha ez így alakul. Ez sajnos nem így sikerült. A játékosok nagy része túlságosan tisztelte az ellenfelet, és nagyon-nagyon féltünk ettől a mérkőzéstől, és ez sajnos már az első pillanatban látszódott, és néhány perc után azt lehet mondani, hogy eldőlt a találkozó sorsának a végkimenetele. Viszont, ahogyan az előbb is említettem, nem mindegy, hogyan kapunk ki. Lehet küzdeni, meg lehet mutatni, hogy azért nem adjuk olcsón a bőrünket, és egy kicsit nagyobb ellenállásra kényszeríteni a Szolnokot. Sajnos úgy vettem észre, hogy a Szolnoknak nem kellett megizzadnia ezért a győzelemért. A forduló további eredményei: Jászberény Körmend 80-84, Kaposvár Mavc 90-67, Kecskemét Albafehérvár 63-94, Pécs Zalaegerszeg 81-62, Sopron Szeged 67-51 és Szombathely atomerőműese 81-61. Négy fordulót követően egyedül a Körmend 100%-os a bajnokságban, három csapat, a Szombathely, az atomerőműese és a Szolnok áll 3-1-es mutatóval. A Marsó Nyíregyháza két győzelemmel és két vereséggel a 8. helyen várja Szombathely elleni mérkőzését.